A fővároson kívül Debrecen rendelkezik a legtöbb hallgatóval, 70 ezer diák tanul Debrecenbe, nem véletlen szokták Debrecent egyébként diákvárosnak is írni. A legnagyobb fővároson kívüli egyetemünk is Debrecenben működik. Természetesen ez a rendszer eddig is kiváló volt, de azzal, hogy az autóipar ilyen hangsúlyosan jelenik meg a városban, de ezzel egy sor dolgot tovább kellett fejlesztenünk, tovább kell alakítanunk. Elsősorban szeretném megemlíteni az egyetem fejlesztését. Az a fajta fejlesztési terv, amit jövő héten a kormány elé fogunk vinni, ez egy 19 milliárd forint összértékű tervet jelent, ami a Debreceni Egyetem alapvetően műszaki és a kapcsolódó képzéseinek a fejlesztésére vonatkozik. Ha megnézzük, milyen alapja van ennek a képzési rendszernek a Debrecen Egyetemen, ez ma is már jól néz ki, viszont vannak olyan disziplinák, ami erőteljesebben kapcsolódik a járműgyártáshoz, hogy a BMW autókat fog gyártani, nincs járműmérnök képzés a Debrecen Egyetemen, ennek a létrehozását elterveztük, és ez az összeg, amit az előbb említettem, tartalmazza részben ennek a működési költségeinek, tehát a szükséges kapacitás, tudásbővítésnek a bizonyos részeit, illetve tartalmazza az infrastruktúrának bizonyos részeit. Az, hogy egy ilyen beruházás milyen hatást tud gyakorolni az egyetemre a tavalyi, tehát a 18-as jelentkezéshez képest, a műszaki szakokra jelentkezők száma közel megduplázott a Debrecen Egyetemen. Ezzel nyilvánvalóan az egyetemnek is, a városnak is, a kormánynak is szembesülni kell, és az örömteli dolgot olyan értelemben kell támogatnunk, hogy megteremtjük a Debreceni Egyetemen a műszaki képzés feltételrendszerét. Ez járműmérnök képzés is jelent, autós képzés is jelent, de jelenteni fogja például a repülőgépekkel kapcsolatos képzéseknek az erősítését is. Mindabból, amit miniszter úr elmondott, világosan érzékelhető, hogy milyen témakörökben dolgozik rendkívül szorosan együtt Debrecen városa, Magyarország kormányával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, illetve a Debreceni Egyetemmel. Az elmúlt közel egy évben most már mondhatjuk azt, a BMW debreceni gyárépítésének bejelentését követően kialakult egy munkastruktúra, egy folyamat, amelynek köszönhetően rendszeresen, ahogy azt miniszter úr is említette, találkozunk a minisztérium képviselőivel, illetve a BMW debreceni fejlesztésével kapcsolatban a BMW projekt vezetőivel. A mai nap is egy ilyen volt. A város legnagyobb történelmének legnagyobb értékű szerződését kötötte meg az északnyugati gazdasági övezet előkészítésére, fejlesztésére vonatkozóan. Ugye ez egy 22 milliárd forintos szerződés, erről számot adtunk néhány héttel korábban, áprilisban elkezdődtek a munkálatok, és összességében tekintve egy olyan 15-20% közötti készültségi fokot mutat jelenleg a terület előkészítése. A Debreceni Egyetem hagyományosan nem műszaki profilú egyetem, mint ahogy miniszter úr említette, a BMW-vel való együttműködés kapcsán kulcsfontosságú járműipari képzésnek pedig nem is nagyon voltak meg a gyökerei. Viszont ami nagy szerencséje az egyetemnek, hogy végtelen erős a természettudományos képzése hagyományosan, és ugye a mérnök képzés alapvetően erre épül. Még egy szerencsés körülmény van, amit miniszter úr is említett, hogy BMW-ben flexibilis járműipari gyártókapacitást hoz létre a BMW. Ez a flexibilitás sok mindent jelent, a legegyszerűbb megközelítésben, mondjuk a hajtásláncok tekintetében mutatkozó flexibilitás, hogy nem csak belső égésű motor, dízel, benzin, hanem elektromos hajtásláncok is épülnek. Ehhez viszont kell az, hogy mögötte legyen egy multidisziplinaritásra épülő oktatási rendszer. Ugye a járműipari mérnök az nem egyszerűen gépészmérnök, nem egyszerűen villamosmérnök, hanem a gépész-vegyész-villamosmérnök ismeretek keverednek ebben. Ez egy sajátos képzés, amivel nekünk meg kell birkózni. Na most a Debreceni Egyetem, mint egy nagy intézmény, amikor elkezdett ráfordulni a járműipari képzés követelményeinek a megvalósítására, akkor azt mondhatnám, hogy egy kicsit vérszemet kapott. Mert dacára annak, hogy egy autóipari cég facilitálta a fejlesztéseinket, most már az egyetemi járműipari képzés azt jelenti, hogy autóipari szakembereket is képezünk, vasút
gépészeti, vasútipari szakembereket, és úgy tűnik, hogy a repülőgép gyártás, a repülőgép mérnöki képzésekkel kapcsolatban is komoly kihívások előtt áll a Debreceni Egyetem. Nem csak azért, mert terveink vannak, hanem ezen a téren tettünk lépéseket, ami nagyon nagyszámú és nagyon rangos nemzetközi együttműködéseket hozott az egyetemnek. Hamarosan bejelentésre kerülnek megavállalatok, repüléstechnikai, repülésgépészeti, a repüléssel kapcsolatos gyártási kapacitásoknak a telepítése Debrecenben, ahol oktatásban és innovációban jelentős mértékben támaszkodnak a Debreceni Egyetemre. Még egy nagyon lényeges és nagyon meglepő dolog történt, hogy a vasút, a repülő és az autógyártás mellett megjelent a Debreceni Egyetemen, ami ezek nélkül nem biztos, hogy megjelent volna, egyre kiterjedőbb űrkutatási program is, amit a technológiai mix terén igen jelentősen hozzájárul ezeknek az hagyományos ipari ágazatoknak is az oktatásához és fejlesztéséhez.